Sziasztok! Ma folytatom a Gyűrűk Ura harc középföldért végigjátszásomat, és ugye itt maradt abba, hogy Lurccal sikerült elfoglaljam Kelet-Emnetet, és arra gondoltam, hogy folytassuk ugye Anorien elfoglalásával. Ha minden igaz, akkor ugye Gondor ellen fogok harcolni. Mert ugye ez Gondori terület. Anorien has long been protected by Minas Tirith. The White City is able to defend it no longer. Igen, ugye a fehér város már nem tudja megvédeni ezt a helyet. Legyen 4 csapat Wargriders, oké. Lássuk, mit tudnak ezek a gondori katonák a vargok ellen. Igen, most ugye kifejlesztem az egységet, amit nem tudtam kifejleszteni. Várjunk, vannak rohaniak is. Pedig itt azt írja, hogy egy Good Forces, nem Gondor Forces. Akkor valójában rohan ellen harcolunk. Az szép. Jónak jó volt. Pedig én úgy tudtam, hogy ez a terület ugye izé terület alapból. Gondori terület, de ezek szerint mégsem. Oké, ott a bázis. Bezárták a kaput. Plusz tornyot is építenek. Így ugye kell a kell egy ballista. Grab your weapons!
Oké, a térkép nagy része ugye az már megvan. Vagyis hát egy olyan 90%-a. Ó, miért kell előre menni épp annyira, a fene vigyel. Ja, be kell ugye törni a falat. Elég gyorsan sikerült ugye itt lenyomni őket. Oké, még vagy 6 vagy esetleg 7 lövés. Nagyon jók ezek a vargok amúgy. Most ugye az AI építi a tornyokat. Ó, hogy az a... Igen, ugye a torony blokkolta a ballisztát, aztán előre kellett menjen. Na jó, irány ide. Oké, győztünk. Mint ugye forrók és a vajon úgy mentünk át rajtuk. Plusz ugye a bónusz küldetés is meglett. All of Middle-earth will kneel before Sauron. Oké, itt van ugye a Druadán erdő, és Mounts of the Entvas, meg ugye Emin Muil. És ha minden igaz, még ugye itt is lesz két küldetés itt fent. El kell majd menni ugye a Mirkwoodi erdőbe is. Na jó, ám bár arra gondoltam, hogy... itt van egy csomó küldetés még mindig. Ja, van még elegendő. Arra gondoltam ugye, hogy a következő részben irány a Druadán erdő. Lurccal ugye. Igen. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!